A Kádár korszakkal megindult a föllendülés. Én is akkor 57-ben végeztem, megkaptam a szakmunkás van. Aztán ide a magas építőkhöz, arra a traktorra beszereztek. Aztán jó kizé volt. 5-70 plusz van százalék volt a füzet, az óra Hát jó idő, jó pénz volt az akkor ott forradalom után. Agitátoroknak hívták abban az időben, akik a tiás szervezték, hogy így mondjam. A faluban nem olyan sokan akartak bánni önként a tiászbe, már azért általában 8 tíz földje volt, nem nagy gazdák voltak. Egy-kettőnek volt talán több föld, Ugye, de egyáltalán azok, azok, így mondom, beseálltak a tiázba, hanem elköltöztek innen, vagy Pápára, vagy Budapestre. Föladtak mindent. Föladtak mindent, eladták a házak, házukat is, és elmentek innét. Jó pár család elment a faluból. Azok elköltöztek Pestre, akkor Bódaiak, Bódai Jani bácsi, Bódai Jóska bácsi, az a tiász után, tiász alakítás után, de mindjárt elköltöztek Pápára, nehezen indult a ezt. úgyhogy gyakorlatilag elég nehezen indult, úgyhogy szükölködés volt, úgy kezdődött, hogy mi akkor voltunk valójában, akkor kezdtük az iskolát 60-as években, és valójában olyan helyzet volt, hogy az embereknek nem sok minden került, ha nem lett volna háztáj, állatok, disznók itt, hol valójában nem telt, az ember kapott egy pár cipőt valamikor valamilyen ünnepségre, vagy egy ruhát, és akkor nagyon szegények voltak, hát ennek örültünk hívták egyenként, behívták a családokat, és akkor hát voltak itt, próbáltak rábeszélni, jól és is, finomul is, már nyugdíjat kapsz meg minden, mit tudom én, így, így, így próbálták rászenni. És volt, aki annyira nagyon állalát, mondom, mint hogy az én hugam, meg az apósom is, meg a, a... van nem akartak beállni. Ugye a kisebb gazdák, vagy akiknek kevesebb földjük, azok maradtak itt. Ugye akkor nagyon, nagyon ellenállt mindenki az, hogy beálljon a Tiászba. -be, de aztán talán egy öt év múlva már megnyugodtak abba, hogy hát azért hát bele is kellett nekik nyugodni, hogy hát ugye én... ez, ez, ez lett. párom ugye akkor mondtam diszidált. Közben hazajött. És, ak haza És akkor igen, 58-ban meg hazajött. És akkor... Hát mindjárt az a fenyegetől hogy majd jön ám, milyen autó érte, aztán majd megint elviszi, és akkor megjárták az apósom is. Úgyhogy aztán kénytelenek volt, úgyhogy fenyítették a jó népát, így aztán kicsinyenként aláírták. Egyetlen egy volt a faluba, a, hát én legalábbis a mi részünkről tudom, aki nem lett, aztán mégsem, tiásztag, az én Zelás nagyanyám. Anyukám az annyit dolgozott, 59-ban ugye a teász megalakult, oda neki is be kellett menni a teászba, először az is fő, a fődeken dolgozott, azok is voltak csoportokban, teászcsoportokban voltak vezetőjük, aztán anyu is Markot szeret, mindent, amit kellett, de később aztán teászban lettek csirkék, aztán a dolgozott az anyu, Úgyhogy a TSZ-sétéshez kellett körülbelül 8-10 év, mire megépülték azokat a létesítményeket, istállókat, telephelyeket, amikor már könnyebb lesz az embereknek, de addig nagyon keserves körülmények között a a palusinét akkor olyan világ volt, hogy ha neked volt a neveden egy darab föld, akkor háztályi földet már nem adtak, akkor nem kaptál. Itt került az én nevemre is a Szőlőhegybe egy darab föld, azt, amit apukám saját maga gondozott, meg ápolt bérbe. Az én nevemre köllött azt a földet megvenni, már apunak nem látott, már akkor nem kaptunk volna háztályi És ugye földet. adon, amit tármet, akár kukorica, vagy akár zab, árpa, vagy abból tudta nevelni itt, akar a disznókat, akar a bordjuk, vagy Persze. a tehánát. Nagyon húzós világ volt, tehát az anyu itt maradt két gyerekkel özvegyen, és ugyanúgy meg kellett neki csinálni a munkaegységet, ugyanúgy mindent kiróttak mm. rá, úgyhogy nekünk nagyon rossz gyerekkorunk volt a nővéremmel. Én nekem is a legeltetés jutott, én nekem olyan szerencsé volt, a házunk előtt volt egy focipálya, meg mellette egy kis rét, és akkor a szomszéd teheneit, meg a két ki kellett hajtani, de hát a szomszédban volt a focipálya, a gyerekek ott Hát így nyilvánvalóan én is elengedtem a teheneket, és átmentem a foszi, de a tehenek meg szépen bementek a szomszédnak, a, 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 akár a lucerföldjébe, vagy a répására, és szépen lelegelték. És akkor a szomszéd panaszkodott, és ásna meg volt az eredmény. De olyan is volt, hogy a tehenek hazaszaladtak, mi meg ott maradtunk, aztán futottunk, mert előbb hazaértek, mint mi. Még. Munkaegység volt és akkor nem úgy volt, hogyha vonta fizettek a tiásztagoknak, hanem meg kellett egy kötelező munkaegységet csinálni, és akkor évvégén volt ilyen osztalék, meg hát kimérték a cukorrépát például harmadusban, és kaptunk ha érte cukrot, meg, meg, meg ilyeneket, úgyhogy teljesen abból értünk. Évvégén volt mondjuk a nap, 15 kiló cukrot például egy évvégén, zárszámodáskor akkor tartottak egy nap bulit, egy zárszámadási bulit, aztán öö, mentünk másnap a cukorért, kimérték, akinek legtöbb munkahegységje volt, akkor kapta a legtöbb cukrot. Én is mentem mindig apuval, minden, minden, mindenhova mentem, már én egy, egy, a fiút is helyettesítettem. Már én nekem nem volt, mondom, testvérem. Ányből a részből megkönnyebbül is volt a tiász. Más részből meg Hát volt, akinek igen jól volt. Aki kommunista volt, annak jó volt. Annak jó volt. Aki nem volt, az am meg menjen a földre. Az így volt. Hát a teászelnök ugye mindig vidéki volt, az sose táváli volt a teászelnök. Lőrinc báci, nem tudom, nem-e az lett legelőször Tiász itt aztán. És akkor ugye, hát mikor megalakult, összehívták, és azért akkor már valahogy akkor már próbált össze egyeztetni a falu, hogy nem ellenségeskedtek, hanem valaki olyat válaszanak, aki azért azt ért is hozzá. Úgyhogy egy, úgy tudom, egy jó darabig a Lőrinc volt, a Kvarkas Kálmán bácsi is volt, a Tógyurka is volt egy darabig itt, ugye akkor ott voltak a teázba, a traktorok, minden, a szóma szó, szó, Mindig odatta, a kellett traktor, majd amikor építkeztünk, kavicsot kellett hozni, homokot, mászát, minden. Aztán akár ránszor kértünk, az sosem mondták azt, hogy nem. 63-ban, hogy itt a TEASZ-nak egy szuper, kis Szuperzetó traktorja, aztán aki akkor volt Tiász Hazacsábított rá, azt, hogy a néz, meg gyárlás, egy olyan gép, azt mondja, ilyet még, nem olyan, mint a traktor, azt mondja, milyen erőt. Aztán haza is jöttem, 8 forintos órabért adtak arra. Mirgásság voltak a faluban, a parasztok, hogy ők egységért dolgoznak, én meg 8 forintos óra a fiatal lányok, 19-18-19 éves 19 lányokat pucolták áll a falukból, mindenkinek protekció között, hogy ne, ne hogy beálljon, hogy a tiászban ne legyen. Az én nagynéném hévizen volt, önálló szállodája volt neki, még nem államosították azt is. Innen vitte el, adásztávárul a lányokat, konyhalánynak, meg szobalánynak meg takarítani, azért, hogy a tiászban ne kölyön nekik bálni. Ó, jó, vagy tag, miután ugye a TSZ megalakult. Ugye sok embert be tudtak befolyásolni, hogy pártag lett. De annak mindig fizetni kellett a pártbélyeget minden hónapban, le kellett már tenni. Én magam is pártag voltam. Háromszor hívott magához az Ugodi igazgató, mikor már megfenyegetett, hogy ő neki iskola vagyok, pedagógus vagyok, hát pártagnak kell lennem az iskolavezetés miatt és mikor harmadszor is magához hívott, akkor elmentem édesapámhoz, és megkérdeztem tőle, hogy mi a véleménye, és azt mondta, kislányom, nem értek vele egyet, de én annak idején tönkretettem az életemet azért, mert eh, nem voltam hajlandó a kompromisszumra. Te ne légy ilyen. Az Elekter Max az egy kommunista gyár volt. Ott mindenki az volt. Az én kivitelében meg, hát akik ott voltunk azok. És, de nekem azt, a, azt biztos, hogy nekem az senki nem mondta, hogy én iratkozzak be a pártba. Pedig Pár én voltam szallagvázatő, ott már mikor, mikor már nyolc órás voltam, de nekem senki azt nem mondta, hogy iratkozzak be. De mégis megbecsültek, hogy miért, vagy hogyan, vagy mit, azt nem tudom. Én mikor a, a konyhára kerültem aztán, a Varga iskolai iskola igazgatóga, akkor az üzemeltette ezt az egészet, már akkor már megszűnt a, ugye az iskola. Aztán nekem is mondták, hogy álljak be a pártba, már az kő. Aztán mondtam, hát én nem fogok semmiféle pártba bánni, én maradok a magam szőrén. Hát én pártag lettem, elsőként léptem ki a pártból, Mihályt lehetett. Eljártam én, melámmal a pártgyűlésekre is, végighallgattam. Azt, amikor hazajöttem, belenéztem ugyan a tükörbe, nem tetszett, amit láttam. De ez volt, hát, hát ezt kellett csinálnunk. Akkor nagyon nem lehetett beszélni semmit se, se ilyen, se olyan. Itt a se, sehol se. Már mindenki a falnak is füle volt. Tehát egyből jelentette, ami nem úgy történt. Mikor március 15-én e, szoktak összegyűlni, azért énekeltek legalább a március egy szav alatt, vagy valami, akkor e, azt megjegyezték, akkor a tanácselnök vászirűsét általában nem tetszett olyan nagyon, hogy ilyeneket csinálnak. Hát ment a nők után. Az, az a tanácselnök, aki volt nekünk, akire én emlékszek. Az, az más nem csinált, mint Jarkát. Egyedül a pártitkár volt az, aki nagyon sokszor éreztette volna, mert, mint a papa mondta, aki ember volt, az nem éreztette senkivel. Nem, a lehet, hát, aki olyan volt lett én. valaki, az meg akarta a hatalmát éreztetni. Volt itt pártitkár, aki azt gondolta, hogy ő a valaki. Ugye nem kapott anyám nyugdíjat már a tiáz, hát valahogy nem kapott a nyugdíjat. Aztán ugye olyanok is kaptak nyugdíjat, akinek se családja nem volt, meg férjá is volt, olyanok meg kaptak. Már ugye jóban voltak a tanácsálnökkel. Aztán anyám máment hozzá, mondta neki -e, hogy hát mit tudom, -e, állnék úr, vagy mit tudom, -e, mit mondott neki -e, hogy hát nem-e annának őnek is egy kis pénzt, ja, segít, már hát ő nem kapott három gyereket főnevát, özvegyen, már én egy éves voltam, amikor apám meghalt, Aztán azt mond, tudja, mit válaszolt rája? Azt mondta, átartsa magát a Gyula, hogy a férjem, át, ebbfélét nem kapott. Na? De olyanok, akinek családja se volt, meg férje is volt, amely kapott. Már közel volt a tűzhöz. Ilyen világ volt akkor. Egyedül a pártitkár volt az, aki bevászólogatott, hogy most aztán még mikor nem tudta, hogy én bálok a pártba, vagy nem állok be, a, a gyűléseken részt vettünk, hogy aztán a templomot mellőzni kell Aztán, mikor rendszerváltás volt, legelőször ült a templomba, meg az átszősorba. Mit ad a jó Isten, mikor háladó Isten tisztelet volt a nagy ez csúcs vagy titkár, ott volt a templomba. De a családja különben, a familiája, a templom mellett nőttek fel a felesége, mind templomba járók voltak, de valahogy azok azért nem törődtek azzal hogy az ő sógoruk most a nagy pár titkár, ők azért akkor is csak álltak templomba. Hétvégén el szoktam menni templomba, és maga Pali bácsi mondta nekem egyszer, hogy ma tám gyere, templomban, mert van, aki nem jó szemmel nézi, hogy te pedagógus leszel és, és uh, templomba jársz. Nagyon óvatosan kellett a prédikációjukat megfogalmazni, nagyon tisztelettudóan, előzékenyen, és barátságosan viszonyulni a falu teljes lakosságához, beleértve ebbe most a pártagokat, a, pár tagokat, a Mindenféle vallási felekezet, vagy bármilyen tisztséget, tanácsi, vagy egyéb tisztséget betöltő embereket, tanítót. Mi Ugodhoz tartoztunk, és Ugornak volt egy nagyszerű igazgatója. Engem soha azért vád nem ért, hogy az adászteveli gyerekek hit járnak. Sőt, a lelkész, járt az iskolába, és ott tartotta a hittanórát. Egy dolgot a Sándor miklós kapcsolatban tudok. Ő neki parancsbarták annak idején, amikor még önálló iskola volt, Tevel, hogy ne engedje, ezt, 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 ezt őtől tudom tudunk konkrétan, ne engedje az adásztaveli gyerekeket hittanra. És ő meg is próbálta a szülőket lebeszélni, és amikor ezért szemrehányást kapott, azt mondta, hogy magának nem muszáj szót fogadni nekem, de nekem szót kell fogadnom a feletteseimnek, és ezt kell mondanom. Volt egy időszak néhány év, amikor még a karácsony is tagadták, és karácsonyfát se szabad volt. Igaz, hogy utána elkeresztelték fenyőfának, de karácsonyfát sem illet vagy szabad volt állítani, és akkor hát kívánni se vagy nevelni, aztán árusítani, nem volt tisztességes dolog, mert az szósz néven vette a politikai vezetés. És akkor az édesapámnak volt a kertben több fenyőfája, egy erősebb, valamilyen száraz tartó oszlopba belefurkált ágakat is, abból csinált egy kis fenyőfát, amit karácsonyfának fődíszítettek és ezt például, ahova tejet hordott édesanyám, elmondta, beszélgettek, és mondta, hogy mondja meg a férjének, hogy csináljon nekünk is. És akkor azokon a karácsonyokon, aki leleményes volt, akkor ilyen kis kicsi ágakból összeállított fenyőből levő, de mése erdőről kivágott olyan fát vitt, amit ugye látványosan ott az utcában besúgók mondták volna, vagy ami kivilágított volna az előszoba ablakból. Annak idején, amikor jelentkeztem tanító tanítóképző főiskolára, egy levél ment el innen a várról, hogy ennek a bélistás rendőrnek, ennek a horti, már hortistának titulálták édesapámat, ne vegyék fel a lányát. Nekem ezt egy tanárom elmondta később, és a tanárok úgy mellém álltak akkor, hogy igaz, hogy nagyon jó volt a felvételim, meg jó volt a térettségi, meg minden, tehát meg volt a pontszám, de nem engedték volna, hogy ne kerüljek be oda tanítónak. Hát mikor felvételiztem, kérdezi tőlem, hogy hol szedte össze magát a szép hangot, hát hol járt iskolába? Hát mondtam neki, hogy pápa, pápán végeztem ott éves, de hát hova valósi? Mondom, úgy se tetszik tudni, hát az egy kis falu. Ha, hát, ha tudom. Hát mondom, adásztál, azt, mondja, most is vizazik még a tejet? <gül> <gül> Általános iskolában is, ugye úttörő, kisdovos, mit tudom én, ott is bánt voltam mindenben, már, már tényleg bánt voltam amikor a pedagógus felkészül az órájára, aztán becsukja maga mögött az ajtót, ott az történik, amit akar. Én álmeséltem a Zalíznak meg a Zolinak, most már álmerem mondani, hogy bizony volt olyan olvasmány, amit én olyan szépen átugrottam annak idején, mert nem értettem vele politikailag egyet. És igaz, hogy féltem, hogy majd pont akkor kapok ellenőrzést ugodból, aztán rákérdeznek a gyerekektől, hogy na, mi is volt 1919. március 21-én. És én akkor e, borzasztóan tudom én, hogy ezt nem lett volna szabad, mert, mert ez, ez is a mi történelmünk. De én akkor úgy éreztem, hogy olvassátok el otthon, gyerekek. Ez lesz a házi feladatotok, mert ugye az másnap szünet volt. És én nem kérdeztem vissza, hogy mit olvastatok. És én nem beszéltem róla mert nem értettem vele egyet. A Marta viszont azért mondom, hogy ő sokat szenvedett, már viszont volt egy ugathoz tartozott iskola minden, és akkor az ugadból az igazgató, ugye a fája ő neki, hát az aztán az egy borzalmas ember volt, holott őróla is aztán elmondták hogy az evangélikus templomban mégis kiharangoztatta az apját és meg az anyját is, mikor ha, meghalt. Itt akkor már elindult a faluba, ugye az ifjúsági klubba, a kis, a kis -be én voltam a gazdasági, a pénztáros, és hát nem tudom, lehet, hogy a természetén volt olyan, vagy mi, de szeretek mindenki. Kizártam többször is. Valami olyat mondtam egy megbeszélésen, amit nem kellett volna, és akkor mondták, hogy te egyre egy darabig. De mivel gimnáziumba jártam, és ott meg ott is volt kis szervezet, és valahol tagnak kellett lenni, azért kénytelenek voltak visszavenni, mert egyébként meg mindenre kapható voltam a néptánctól a versmondásig, a társadalmi munkáig, aztán vagy szólt a, a többi fiatal közül, szóltak páran, hogy ne csináljátok már ezt, nem, ez, nem ezért vagyunk együtt, hogy megbélyegezzük egymást, vagy visszahívtak valamilyen ürügyjel. Többször kizártak. Egyébként a, a kizbe, akik voltak, annak szerintem a 60 a tehát a kisztagok, az 60 ugyanúgy járt a templomba, mint és itt a, a is, meg a faluba, az, az falusi volt. Tehát ismertük annyira egymást, és szerintem a kis titkár is jött a templomba. Nem annyit lehet, hogy mint én, hogy minden bánt volt, de ő is. Szóval az falun az ilyen, ilyen megoldható volt. Tehát nem volt ellentét ez a nagyon nagy ideológiai máz időnként megkopott, és akkor jó volt együtt lenni, mind a 30 vagy akárhány fiatalnak, fiúknak, lányoknak, de amikor ezek a kötelező létszámolvasásos, és első pont beszéljük meg, második pont beszéljük meg, és támogassuk ezt, meg azt, meg csináljunk plakátot, meg viselkedjünk kisztakhoz méltóan, akkor, akkor azért kiváltak. Még a középső teremben ülés szempontjából is elvált, hogy ki, hol ül, és mennyire mély meggyőződésű. Nem is megmondom őszintén, hogy se a templomba, se a a kizben, mikor voltak a, hát ilyen klub délutánok, meg mit tudom én mi, nem foglalkoztunk ilyennel. Tehát ez nem volt kérdés, hogy te most miért jársz a templomba, te miért nem jársz, te, te miért ezt vallod, és ilyenről nem is volt szó. Hát volt, igen, volt, amikor a, az akkori nem éppen kis titkárnak, hanem az egyik tisztségviselőnek Bizony mondtam négy szem közt egy ilyen beszélgetés után, amikor vitába fajult a dolog, hogy én elhiszem, hogy te ebbe elhivatott vagy. De azért ugye azt tudod, hogy akármennyire egyház ellenes, meg vallás ellenesként viselkedsz, és a, ezt az ideológiát fogadod el, és hiszel benne, soha nem jött ki a szádon, ha problémád, gondod, bajod volt, vagy megijedtél, hogy jaj, Istenem, azt mondtad, hogy jaj, Lenin, vagy jaj, Engelsz, vagy jaj, Marx. Az első pont, a kisdobos hűséges gyermeke a magyar hazának. Tökéletesen egyetértek vele. Ahol tud, segít. A kisdobos, ahol tud, segít. Ezek mind olyan pontok voltak. Ez komolyan. És ö, most hadd, ö, utaljak például olyanra, hogy tanítottunk olyan dalokat. Megszeresebben elénekelném, hogy pajtás, daloljunk szép magyar hazánkról, itt ringott bölcsönk, itt nevelt anyánk, zengjen dalunk a széles rónaságról, mely a bőség kincsét ontja ránk. Miénk a föld, erdőmező, kalász a virága nékünk terem, Pajtás, daloljunk szép magyar hazánkról, és a béke szálljon, ének szálljon, földön és hegyen, hát kell lennél szebb, hát az, 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 ebben nem, nincs meghasonlás. Ebben nincsen. A faluból nagyon sokan diszidáltak. Belgiumba, Hollandiába, Ausztráliába, Amerikába leveleztek, a szocializmus alatt is jöttek a levelek, jöttek esetleg egy kis pénzadományok, segítség az itteni szülőnek, öreg szülőnek, és egy idő után ők hazalátogattak. Akkor jöttek az első farmerok. Akkor jöttek az első magnetofon szalagos magnók, a először kazetták, és a zene nagyon sok ilyen klub délután tartottunk, és akkor volt egy magnó, vagy mit tudom, én nem is tudom, hogy mi. Akkor még nem ilyen CD, meg ilyen volt. És hát arra táncoltunk, meg hát azért foglalkoztunk azzal, hogy na most ez a, a metrózenekar, meg a mit tudom én mi, hát képbe voltunk. Többen összejöttünk, jó hangulat volt, akkor mondjuk táncoltunk is, és Ebbe nem szólt nagyon bele a tanácstag, vagy a tanácselnök, vagy a kisztitkár. Ott bárki bejöhetett, bárki részt vehetett. Igaz, hogy innen hátulról, hátra tett kézzel figyelték, számolták, hogy ki van itt, és mit csinál, de az nem is volt baj. Szóval egy kis fegyelmet is adott az, hogy ők nem mosódtak bele a társaságba, nem jöttek olyan közel, hogy minden szót kihallgassanak, de azért nekünk volt az a szabadságunk, hogy itt úgy jól éreztük magunkat együtt. A Kolinnál volt zenegép, kinyitották az ablakot, oda tette az ablakba az egész vasárnap, oda tette a zenegépet az ablakba, és mindenki boldogan hallgatta. Együtt szoktunk vele ültözni az öreg zsidóval. Mert azt mondja, hogy szarát a fiatalokkal lenni, ezt a kihúzta a pénzes fiókot, Balamarkot, egyik Marika, ebben a meg a másik pénzt az annak nem számított, hogy vász vagy az, de nem azért játszott, hogy nyár. vagy az, az idő menjen, meg emberek között legyen olyan aranyos ember volt. Amikor a gyerekekkel mentünk tanulmányi sétára, és a boltja előtt mentünk el, többször is előfordult, nem egyszer, de egy, egyszer így zajlott, hogy matam, gyere adok neked egy kis ides pálinkát, Mondtam neki, Béla bácsi, ne haragudjon, de én gyerekekkel vagyok, én nem fogadhatok el semmit. De akkor a gyerekeknek haradjak valamit, és mindegyiknek adott egy nápoit, egy frutit, egy karamellát. Ő ilyen ember volt. Nagyon szerette a, a falusi főztet, fő, na, a bédeket nagyon sokszor vittem neki ebédet, ő meg honorálta mással, nagyon szerettem a Béla bácsit, bármit megevett. Bármit. A Béla bácsi bármit megevett, disznó is alig várta disznó sajtot, Hulk. a Béla bácsi minden evő volt. Később ugye én ott dolgoztam a konyhán, akkor buktát vagy ilyesmit csináltunk, akkor már kopogtatott az ablakon, aztán vérem, azt szoktam te vérem, a gyök, kötényed, gyorsan aztán, akkor mentünk hozzá. Amikor 73-ba vagy 70 valahányba gyönyörű szép templomunkat fölújították és fölállványozták, azt verték a vakolatot, akkor öm, megkérdezte pár ember, aki ott biciklizett, hogy mit csináltok, bontjátok, de ez már akkor ilyen viccesen hangzott hogy azt mindenki tudta, hogy csak csipkelődésből. Nagyon rossz világ volt, határozottan. Aztán, na hát túlítük. Minden esetre én nagyon sokszor elmondtam azt, hogy a kádár rendszer az nagyon jó volt. Most is azt tudom mondani. A rendszerváltás után, amikor olyan emberek idéztek a Bibliából, és vették le a polcról otthon a használt és olvasott Bibliájukat, akinek még nem hűlt ki a pártkönyve, és most nem közszereplőre gondolok. Nem, nem olyanra, akinek a hivatalánál fogva, Kötelessége volt, hogy meg tudja tartani az állását, részt venni annak a rendszernek az építésében. Nem olyan emberre gondolok, aki tanácstag volt, vagy pedagógus volt, vagy ö, egészségügyben. Nem. Egyszerű falusi paraszgyerek. Beszervezték, akkor abba vett részt, azt hangoztatta, de amint a rendszerváltás megtörtént, jobban ismerte a Bibliát, mint én, aki papcsaládból származom. Az a ö, szocializmus, amiben én már iskolavezető voltam, meg az, amiben édesapám annak idején bűnhődött, az nem ugyanaz volt.